Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban újabb oltási akciót tartanak Magyarországon. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Baranyában szinte minden településen elérhető lesz a szolgáltatás, mondta a stábunknak Horváth Zoltán. Mi készülünk korházi oltópontokkal és új oltási helyszínekkel is. Ezeket járásközponti oltási pontoknak nevezzük. Szentlőrincen a járóbeteg központ, Sején a járóbeteg központ és Pécsváradon pedig a Praxis közösség központja csatlakozott hozzánk. Ezeken a helyeken, valamint a kórházi oltópontokon minden héten csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, illetve szombaton 10 és 18 óra között várják a lakosságot. A megyi több mint száz házi orvosi praxis csatlakozott az akcióhoz. Számukra pénteken és szombaton van kötelező jelleggel oltás, mivel nagyon sok házi orvossal dolgozunk együtt, aki házi orvosi környezetben szeretné felvenni az oltást, mindenképp javasoljuk, hogy az oltakozó egyeztessen a házi orvosával, hogy pontosan melyik hétvégén, melyik oltóanyaggal tudják ott az oltást biztosítani. Az 5-11 éves gyermekek oltás a továbbra is csak előzetes időpont időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás pedig mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik vakcina felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség, tette hozzá a kormány megbízott.